Na figyelj! Oké. Én most beszélgetni fogok a Krisztalinével, úgyhogy te játssz egy picit, jó? No, hát sok szeretettel köszöntök mindenkit, leginkább Szalai Krisztát, művésznőt, akit régóta fűzök, hogy jöjjön vendégnek nekem ide a heti kettesbe. Most sikerült időpontot egyeztessünk, és ilyen technikai információként mondom mindenkinek, művésznőnek már jeleztem, hogy kettesben vagyok a 1 év 9 hónapos Berzellel, mert hogy Csenge lányom belázostott, úgyhogy most elmentek doktornénihez, és még egy PCR-tesztre is, úgyhogy ezt most csak ki tudtuk megoldani, előre elnézést mindenkitől. Hogy vagy, Kriszta, milyen volt az este, teltház volt? Igen, fullos full, igen. Még pluszban is ültek, úgyhogy igen, köszönöm, ez az 5. szelli a táliában. Hát, nagyon szerettem volna a nap előadásra eljutni, cseteltünk is egymással. Azt hiszem, hogy 3 hete próbáltam jegyet venni, és 3 hete már egy árva jegy sem volt, és most megnéztem direkt. A március 5-e előadás már teltházas, március 11-re közhírét írtatik, még van néhány hely. Úgyhogy elképesztően fut a darab. Azért is kezdek ezzel, mert szerintem nagyon ritka, hogy valaki talán 20 év után kiszáll egy nagyon, nagyon az ő szerepéből. Ez te voltál, te egybe fortál ezzel a szereppel, és aztán producerként létrehozod az előadást ismét, úgyhogy te keresed meg a saját utódodat a színpadon. Nem furcsa érzés neked? Nem, egyáltalán nem. És igaziból nem is, tehát annyiban nehéz, inkább ezt mondom, a nehézségét mondom, nem furcsa, hogy ez nekem nem szerep, hanem nekem ügy, és nekem minden ügy, amit a színpadon keresztül adok és közvetítek, mert közvetítek, tehát nem eljátszom, hanem közvetítek, és nekem egy olyan embert kellett találnom, aki erre alkalmas, vagy aki ez egy az egyben, és Pető Katát találtam meg, de 1,5 év után. Tehát én a 1,5 éven belül próbáltam más színésznőkkel, volt, aki egyáltalán nem értette ezt az egészet, volt, aki megijedt, volt, aki nem ért rá, de valószínűleg ennek így kellett lennie, mert Pető Kata fantasztikus, tehát imádom nézni. Még nagyon sokat kell dolgoznunk a darabon, tehát én magam is 20 év után is egyszer csak felébredtem, pedig akkor már tudtam, hogy nem fogom az 5. szellit játszani. Felébredtem, és elkezdtem mondani egy mondatot, hogy abban még mi minden van. Szóval ez egy, meg amúgy is nekem a színház egy örök munka, tehát soha mindig az aznapit kell kihozni magunkból, de fogunk, tehát hogy de nagyszerű Pető. 20 évig ment, azt tudod, hogy hányszor álltál ki a színpadra szelliként, és ráadásul ugye, aki esetleg nem látta, ha van még ilyen a mi nézőink között, én egyébként nagyon régen, útkor beszéltük, hogy talán egy olyan 16-17 évvel ezelőtt láthattam. Még a Táliában, azt hiszem, én emlékszem, még a Táliában. Hihetetlen hatással volt rám az egész mű, szóval kiszámoltad, hogy hányszor voltál Szelli? Az a helyzet, hogy mivel mindent én csinálok, tehát ilyenekre nekem nincs időm, de emlékszem állomásokra, tehát volt 600, volt 700, tehát ilyen 800 valahány, de nem számoltam meg pontosan. Szóval így nehéz utána kotorni, mert úgy elfogynak. Tehát elővehetném a naptárakat egyébként, mert megvannak. Kedves nézőink, ez itt a heti kettes új helyvel, megszokhatták, péntekenként szoktunk jelentkezni, de Kriszta művésznő, nem is tudom, hogy mutassalak be, hiszen nyilván sokan ismernek, producer, színésznő, író, gyermekeknek mesét író, most már ugye önálló könyvvel rendelkező, civil aktivista, aki egyszerűen, én nem tudom, hogy csinálom ezt, de én nem tudok 2 métert tenni Magyarországon, hogy valamilyen ügyben ne ütközzek, ami Szalai Krisztán nevéhez fűződik. Szóval köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Mi elkezdtünk már beszélgetni percekkel ezelőtt, de hát azért avassuk be a nézőinket, hogy igen, ez az a sorozat, amikor én számomra fontos embereket hívok meg egy-egy beszélgetésre. Krisztán, a művészi vénádat azt nyilván nagyon sokan ismerjük, és remélem, hogy nagyon sokáig láthatunk is még darabokban. De én ezen a beszélgetésen alapvetően a civil aktivista szereplőt szeretném megszólítani, mert
kevesen tudják, hogy te vagy talán Budapesten, és különösen a művészvilágban a legtöbb civil kezdeményezés mögött. Aztán más ilyen minőségű munkát nem is vállalt. Én úgy képzellek el téged, hogy minden percben van valami ötleted, és egyszer nincs annyi perc egy napban, hogy mindent meg tudj valósítani. Ilyen vagy? Hát ezt kérdezz meg a férjemtől, aki ettől totál ki volt még a pályánk elején, az életünk, a közös pályánk elején. Tényleg ilyen napi 5-6 ötlettel voltam. Aztán szépen megtanultam, hogy mindennek eljön az ideje, illetve mindennek megvan az ideje. És van, amikor van olyan vágyam, amiért éveket kell várnom, és van olyan, ami viszont annyira akut, hogy félreteszek mindent, és például sokszor a társadalmat, vagy sokszor, ha valakinek segíteni kell, akkor az van elől, és kész. Ez ilyen. Viszont milyen típus vagy, hogyha valamit elkezdesz, van egy jó kezdeményezésed, utána azt végigcsinálod, vagy útjára engeded? Megpróbálsz találni valakit, aki utána azt tovább viszi, vagy ahogy itt a hosszú-hosszú évtizedek alatt, és mindjárt felsorolom néhány ilyen hozzád kötődő programot, azokat a mai napig kontrollálod, és csinálod, és viszed a válladon? Hát annak idején én egy lélegeztetőkészülékre való gyűjtéssel kezdtem, akkor voltam 33 éves, most 94-ről beszélünk, amikor én azt elkezdtem gyűjteni. 2 évig csináltam, és tudtam, hogy ha már 1 percet is beletettem, akkor nem adhatom fel. Nem volt bennem bizonyítási kényszer, hogy megmutassam. Még az se volt, ami ma már van, hogy meg kell mutatnom az embereknek, erőt kell adnom, hogy végig kell csinálni a dolgokat, és legyen hitük, és bízzanak magukban. Akkor egyszerűen magam miatt akartam végigcsinálni, 2 év volt, már a végén balesetem is lett, tehát az viszont arra tanított meg, hogy nem lehet erőből. Semmit nem szabad erőből, mert akkor jelez a sors, vagy a testünk, mert már iszonyú fáradt voltam. Tehát így indultam, aztán ami egy hosszabb történet, az, hát egyrészt például az 5. szeli, amit ugye 20 évig pátyolgattam végül is, akkor azt mondtam először, hogy a 3. gyerekem, aztán amikor 3 gyerekemet, azt mondtam, hogy a 4. gyerekem. A kapcsolda az 2008-ban indult sérült gyerekeket. Tehát azt találtam ki, hogy illetve arra ébredtem rá egy darabom kapcsán, arra jöttem rá, hogy a társadalom tele van félelmekkel. Nehogy úgy járjak, úristen, mit kezdjek vele, hogy kezeljem azt a helyzetet, ha valaki sérülttel találkozik, nehogy isten sérült gyereke születik. És 2008-ban indítottam el a kapcsoldát. Ez mai napig élő program. Nagyon sok helyen, például Budapesten tudom, hogy a 3. kerületben 7 iskola csinálja, vetésforgószerűen folyamatosan. Azt olvastam, hogy most már összességében az országban több mint 110 iskola kapcsolódott be a programba. De ezért kérdezem, hogy a mai napig te szervezed, vagy útjára indítottad, és valaki van, aki utána ezt gondozza. Én eleve megtanítottam, tehát úgy indult az egész, és ma is, hogyha jelentkezik valaki, hát ugye a pandémia most mindent megállított, de ha valaki jelentkezik, akkor én elmegyek, és felkészítem az iskolásokat, és a pedagógusokat is. Bocsánat, nálam meg egy macska szaladgál. Helyes, Berce, könyvmániás. Én még másfél évesen, vagy hát valamivel több mint másfél évesen gyereket így nem láttam. 5 percenként hoz egy újabb könyvet, és mindig mindent végig kell neki olvasni. Zseniális, nagyon jó. De most nem fogunk olvasni. Figyelj, csillagom, én most nem tudok olvasni, mert beszélgetek a Kriszta nénivel, esküszöm után elolvasom. Akkor a könyvtára van már a gyereknek, mint nekem, mert bemegyünk egy boltba, ő könyvek. Nagyon jó. Ennek nagyon örülök. Szóval visszatérve a kapcsoldára, akkor a mai napig te szervezed? Tehát, nem hogy értem, hogy a pedagógusokat megtanítottad arra, hogy ez ő működőben legyen, de valami koordinációra csak van szükség. Ha kérnek, de akik eddig megvalósították, oda elmentem egyszer, tehát felkészítettem őket, utána elmentem a programra, és természetesen visszaszoktam látogatni, ha időm engedi. Nekem szívügyem a 3. kerület, mert ott az Óbudai Gimnáziumban egy tanárnő összefogott mindenkit, és 7 iskola, gyakorlatilag ők már ezt minden évben jön a levél, hogy sziasztok kapcsoldások, ekkor és ekkor és ekkor lesz nálunk, és írjátok be, hogy nálatok mikor. És akkor az be van írva, kőbe van vésve. És, ha valaki nem tudná, miről szól a dolog, igen. Ugye, csak azért, mert nem feltétlenül kell, hogy ismerje mindenki a programot,
kifejezetten kisgyerekeket, tehát óvoda és kisiskolás korú gyerekeket, hogyha én jól látom, hogyha ezek szerint gimnázium is van, akkor nagyobbakat is. Gimnáziumban kezdtem, igen, csak kapcsolódtak általános iskolák is. Tehát egyben néhány napban egy közösségé kapcsoljuk össze azokat a sérült kisgyerekeket, fogyatékkal születetteket, vagy azzal élő kisgyerekeket, és ezzel a társadalmi problémával nem nagyon találkozó egészséges gyerekeket. És akkor belülük alakul ki egy kis közösség, mindenkinek a hasznára válva, nyilvánvalóan. Fantasztikus. Nyilván ennek sok köze nincs a színészi pályáthoz. Ez egy elképesztő civil akaraterő, hogy valaki ilyet létrehozzon. Tehát ez működik, akkor továbbra is megy a program. Igen, de képzeld el, tehát ami lényeges, egyrészt több minden, ami a társadalomhoz tartozik, én azért kezdtem el, hogy erőt adjunk a sérült gyermekek szüleinek. Majd, amikor a programot megvalósítottam, akkor 100 gyerek jött először a Politechnikumba, tehát egy nyitott iskolába, mert sokan nem voltak nyitottak, és kiderült, minden... Ez melyik politechnikum? Ez a 9. kerület. Pont most megyek hozzájuk egy rendezvényre, most hívtak meg. Nagyon nyitottak. Szóval az a lényeg a programnak tényleg, hogy mindenki értse. Ugye azt találtam ki, hogy a sérült gyerekeket lássák vendégül egészséges fiatalok, mert hol lehetne érzékenyíteni, kezdeni, vagy emberré nevelni, mint a fiatalok, nem? Mert a felnőttekben már ott a félelem. És különböző programokat találtam ki én először, hogy különböző termekbe különböző programokkal válják a sérült gyermekeket. Egy-egy gyermekre két úgymond ilyen pótszülő vár, és akkor kíséri végig a programokon, és töltik el az időt csodálatos módon, sportolással, kézműveskedéssel, tánccal, énekléssel, amit kitalálnak, süteménykészítéssel, bármivel. És ami fantasztikus, hogy az óbudai gimnázium tanárnője küldte először a visszacsatolást, amikor én ledöbbentem, hogy itt jó, erőt adtunk a sérült gyermekek szüleinek, de ami a legdöbbenetesebb, hogy az egészségesek tanultak a legtöbbet. Kiderült, hogy az iszonyú szigorú tanár az tud kedves lenni. Ez tükör volt a tanárnak is, hogy én miért csak a sérülttel vagyok kedves, és legyek kedves az egészségessel is. Hiába kell követelni tőle a jegyet, de elkezdtek emberi viszonyok kialakulni. Kiderült, hogy a menő diák a diákok között, aki addig csak nagyképű volt, kiderült, hogy úristen, látták kedvesnek meg megölelni egy sérült gyereket. Szóval olyan viszonyokat indított el, ami addig nem volt, az egymásra figyelés fontosságát indította el ez a program. És amit a legtöbbet tanultak, hát a legelső program, az nagyon megható volt, álltak az egészségesek szorongva, a sérültek pedig bejöttek, és rögtön ölelték a szia, szia, és öleltek mindenkit, akit csak értek, mert ők boldogok voltak. Hiszen, hanem csupa libabőr lettem. Boldogok voltak, hogy jöhettek egy programra, és nem szégyelték az érzéseiket kimutatni. Tehát ez az alapcsomag, amit tanulnak az egészségesek. Meg egyébként azt is, hogyha például egy olyan autista jön, akit nem lehet korlátozni, mert ő bevazza, ő azt csinál, amit akar, akkor az is nagyon nagy dolog, hogy elfogadjuk, hogy őt akkor nem erőltetjük. Mert ugye miről szól a társadalmunk? Erőltetünk. Te legyél kitűnő tanuló, te ezt csináld, te azt csináld, mondja a felnőtti társadalom, és a gyerekek is ezt adják tovább egymásnak. Nem akarom átpolitizálni, de ráadásul yes. Az a társadalom, amiben most élünk, az különösen csak az erőseknek, a hatalmasoknak, a mindenki annyit ér, amennyie van logikának az érvényesülése, és kezd teljesen kiveszni a társadalomból mindaz, amiről beszélsz. Azt a szót használtad, hogy érzékenyítés. Ezt, hogyha meghallja a kormányzati propaganda média, abban a pillanatban ráugrik, és szétszincál mind a kettőnket, hogy biztos arról beszélgetett Szalai Kriszta meg ez a hazaáruló EP képviselő, hogy a LMBTQ aktivistákat vigyük az óvodába, nem változtató műtétekre. Tehát amikor ilyen agyrémé változik a társadalmi közbeszéd, akkor,
akkor ne csodálkozunk, hogy nincsenek ilyen programok maguktól, hogy nem a klik szervezi ezt, amiről te beszélsz, hanem te civilként néhány pedagógussal. Ez elképesztő probléma. Jó, de azért tegyük, dicsérjük is meg. Kevés dolgot tudok dicsérni, de ezt nagyon meg tudom dicsérni az oktatásban, ugye én látom a gyerekeim által, de hogy lett az 50 óra önkéntesség, ez nagyon fontos. Az nagyon fontos, mert igen, az elején kerítés, festésre, meg ilyen-olyan, tehát kimenekülések voltak, fontos dolgokat csináltak meg az iskolán. Meggyőztél. Ugye én, nekem is elég sok gyermekem van, és hatan vannak különböző oktatási intézményekben, az egyetemtől a végig, és ahogy mondod egyébként, a kiskamaszoknál, vagy a kamasz gyerekeimnél, kifejezetten örültem ennek a programnak. Tehát akkor találtunk valamit. Nagyon fontos, ha hasznos dologgal töltik, ha emberséggel töltik. Hát a kérdés az, hogy hányan töltik ebből, tehát hogy most nem pécézzünk ki magunknak egyetlen egy kis térséget se, de tudnánk olyan nem budapesti térséget mondani, és nem nagyvárosi közeget, ahol nem tudom, hogy értelmesen felhasználják ezt a 50 órát, és van-e hova menni, és van-e olyan szakember, aki tesz nekik javaslatot, hogy mit csináljanak. Figyelj, van egy kérdés, amiben nagyon-nagyon szeretnélek bevonni. Részben az ötleteidet, nevedet, networködet, kreativitásodat kérni. Talán láttad, hogy a politikában ez nem egy népszerű dolog, úgyhogy senki más nem is foglalkozott vele tulajdonképpen. De én hónapokkal ezelőtt elkezdtem az egész COVID időszaknak a gyermekekre, a gyermekek pszichéjére, lelkére, mentálhigiénéjére való hatásával foglalkozném. Nekem egyik szerete a maga a post-covid különböző traumák, amik nyilván gyerekeknél és felnőtteknél is megvannak, de a másik része pedig a bezártságból, a karanténból, a félelemből. Tehát ez az egész társadalmi millióból, amiben két éve élünk, az abból következő pszichés problémák gyermekeknél. És én gyűjtöm most azokat a partnereket, akikkel itt tudunk valamit közösen kezdeni ebben az ügyben. És miután látom azt a tevékenységet, amit folytatsz, megfűzhetlek, hogy legyél ebbe partnerem. Most a április 3-át, a választásokat, azt most majd túl leszünk rajta, és annak eredményétől függetlenül én hiszek abban, hogy ebben kell, hogy legyen társadalmi aktivitás, és persze kormányzati felelősség is van. Persze, abszolút. Én nem elméleti ember vagyok, hanem aktív. Tehát én mindig valamit csinálok, és én például itt a második kerületben azt indítottam el, hogy minden évben azt találtam ki, ez persze COVID-tól független, hogy a diákok, látom a fiatalokon, hogy mennyire lógnak a levegőben, mennyire a megfelelési kényszer nyomja őket agyon, és azt találtam ki, hogy alkossunk, úgyhogy minden évben rendezek egy darabot, és ezt bemutatjuk a helyi iskolásoknak, akik szintén meríthetnek ebből. Ez persze most nem ötlet a tiédre, de én most itt ezt találtam ki, és megcsináltuk a Pál utcai fiúkat, ami nagy sikerélmény, mert pontosan tudtam, hogy kidrogozik, mert szorong, és elváltak a szülők, és nem tudom én, és leállt a drogról, ami nekem nagyon nagy sikerélmény, mert egy csodálatos csapat jött össze a Pál utcai által, és imádták csinálni, hát a Déség kezdték, alkotás az eleve belemelő. És bemutattuk 300 diáknak, itt a helyieknek, minden iskolának ugye ingyen, és ez közben meg azoknak volt felemelő, akik látták, hogy lehet értelmes és hasznos dolgokat csinálni. Tehát én alapból azt gondolom, hogy ebből kimászni csak is aktivitással lehet, és tevékenységgel. Meg az egymás figyeléssel. Akkor meg foglak keresni, elkezd nekem is kattogni az agyam. Sajnos én is olyan vagyok, mint te, hogy ha kell koncentrálni rá, hanem állandóan valami új dolog az eszembe jut, és valamivel mindig bele akarok fogni. De ez nem sajnos, ez fiatalon tart. Kérdezz meg a kollégáimat, akik nem bírják követni, hogy most éppen milyen eszemben, ötletem van, amiben bele akarok fogni, és hát sokszor az alapfeladatoktól eltérő dolog, úgyhogy, de hát ez is egy ilyen szerelemprogram nekem, hogy ezzel a mindenkori kormányzatot, de civil szervezeteket és minket, szülőket, mindenkit arra rávegyek, hogy ezzel foglalkozzunk ezzel a következő egy-két évben, mert szerintem maradandó
nyomai lesznek ennek a korosztálynak a lelkében, hogyha ezt nem tudjuk kibeszéltetni velük. Úgyhogy valamit ki fogok találni, amit közösen április után meg tudunk csinálni. Szabad veled egy kicsit politizálni is? Nem értem, amikor az emberek azt mondják, hogy nem politizálok. Hát mit csinál? Él. A politika az a közügy, a közélet. Tehát az életünk. Tehát beszéljünk az életünkről, szabad, persze. Majdnem elindultál az előválasztásokon, pontosan el is indultál, csak aztán talán visszaléptél, hogy én azon csodálkozom, hogy egyik párt sem, senkin nem akartunk téged megkeresni, hogy vállalt fel valamelyik politikai mozgalomnak a logóját, és úgy induljál el. Mi a civil bázis nevében indultál volna, de hát azt tudjuk, hogy itt a pártok versenyében civilekként, vagy civil szervezetként elindulni, és befutni, hát nem ugyanaz, nincsen meg az a network, nincsen meg az a mozgósító képesség, tehát természetesen a pártok jelöltjei tudtak befutni leginkább, de én nagyon sajnálom, hogy te nem indulsz a választásokon. Indultál önkormányzati képviselő jelöltként Sigergő csapatában, második kerületben, és most annyira szeretnék egy Szalai Krisztát a Magyarország gyűlésben, hogy nem keresett meg egyik párt sem. Itt indultam önkormányzati képviselőként, ebben a térségben, ahol én lakom, mit ad Isten, de nem sokkal maradtam le, tehát ha a kétfarkú kutyás nem indítják rám, bár ők azt mondták, hogy olyanra fognak indítani, aki tisztességtelen, tehát ha ezt nem kommunikál, ha lekommunikálták volna velem, ráadásul dolgoztunk is együtt, ismertek, oda se figyeltek, akkor itt nem marad három fideszes. Ebben a térségben három fideszes képviselő maradt, és sajnos ők semmit nem csinálnak. Ha bármit csinálnának, akkor megdicsérném őket, de nem csinálnak, úgyhogy az emberek ugyanúgy hozzám fordulnak, de nem baj, mert nekem az a célom, hogy itt jó legyen élni. Tehát én abszolút lokálpatrióta vagyok, közel 30 éve itt élek, és teszek folyamatosan. Az országgyűlési képviselőség az egy picit bonyolultabb történet, amikor megkeresett Forgas Péter, hogy a civilbázis jelöltjeként induljak, akkor persze kértem időt, de tudtam, hogy nekem ezzel dolgom van. Tehát nekem dolgom van erőt adni az embereknek, és én képviselek. És én valódi képviseletre vágyom, arra vágyom, hogy a parlamentben ne pénzérüljenek be az emberek, hanem persze kapnak fizetést, mondjuk szerintem sok, amit kapnak, vagy én azt biztos, hogy felajánlottam volna, ha én elindulok. Tehát én sajnos nem fogadtam volna el annyi pénzt, amennyit ők most kapnak, ettől meg is öltek volna. Mondjuk képletesen. Tehát én azt gondolom, hogy a sírban már nem viszünk dolgokat. Tehát itt kell most 100%-osan emberként jelen lenni. És jó, akkor a csalódottságomat is elmondom, tehát én nagyon csalódott voltam, hogy én azt gondoltam, hogy nagyon jó, hogy itt Kálmán Olga indul, Dordai Bence indul, ők listán bejutnak, aztán bejutok én a parlamentbe, és akkor három mondjuk értékes ember bejut. És ők nem így gondolták, mert ők féltek attól, tehát ők pozícióra mentek, én nem pozícióra mentem, úgyhogy eljött az a pillanat, amikor én nem indultam. Tehát már nem kezdtem el gyűjteni szavazatokat, és akkor jelentek meg az emberek, és akkor az emberek felé is egy kicsi csalódottságom van, bár nyár volt, és mindenki nyaral, de akkor kezdték el mondani, hogy Úristen, ő rám akart szavazni, és Jézusom, hogy én nagyon kellek, oké, akkor miért nem tettél? És akkor azt mondtam, hogy akkor én visszavonulok, ha majd azt fogják mondani, hogy nem nekem kell kódorognom, meg könyörögnöm, de én nem is akartam. Tehát ha tényleg azt fogják mondani, hogy gyere, dolgozz, akkor fogok menni dolgozni. De utóbb már kár mondani azt, hogy én téged, és tényleg biztos, hogy egyenlő szavazatokat hoztunk volna ki. Tehát ezzel együtt persze rengetegen szavaztak volna rám, utóbb derült ki. Tordai Bence egyébként egy kifejezetten aktív és szerintem nagyon-nagyon-nagyon tisztességes, jó képességű országgyűlési képviselő, meg is fogja nyerni, reméljük, a választókörzetet. De én nagyon szeretnék egy olyan közéletet, ahol Szalai Kriszta energiáibe vannak csatolva az ország fejlesztésébe, átalakításába, úgyhogy
ezzel az önvallomással tartoztam neked, hogy nagyon-nagyon szeretnélek téged valahol közéleti funkcióban, tisztségben látni, vagy legalább egy olyan országban élni, ahol a te kezdeményezéseid mögé odaáll a politika, úgy, ahogy egyébként látom, hogy polgármester úr Ösi Gergő nagyon-nagyon figyel arra, hogy te mit mondasz, legalábbis úgy érzékelem, hogy van köztetek egy jó kémia, és igazából ezen a beszélgetésen azt akartam jelezni neked, hogy én imádlak, és nagyon szeretem azt, hogy csinálsz. És hogy még amiben lehet, nagyon-nagyon szívesen segítek én is, úgyhogy ha van valami jó ötleted, akkor nyilván jelezd. Ez a beszélgetés, ez ilyen rövidke, viszont van bőven kapcsolódási pontunk. Fél óra szokott lenni, és ez, ahogy látom, le is telt. De annyit mondjál még, hogy azért elmész a szavazás, elmész választani, és gondolom én, hogy ott leszel a április 3-án. Sőt, szavazatszámlálónak is bejelentkeztem, persze. Azt erre biztatok mindenkit, menjünk, korán kell kelni, de menjünk, mert kell. Elképesztő vagy. Bőven letettél annyit az asztalra, meg csinálsz olyan sok mindent, hogy mondhatnád azt, hogy ezt a szavazatszámlálósdit, ami tényleg hajnaltól estig egy kemény meló, hogy ezt más is meg tudja csinálni, te akkor addig picit pihensz. Hihetetlen vagy, komolyan mondom. Magyarán akkor ott leszel, és hogy látod most, van benned egy kis pozitív várakozás, vagy félsz az április 3-tól? Én nagyon hiszek a sorsban, meg ha megnézzük a történelmet, ha nem csak azt tanuljuk, hogy évszámok, meg mikor ki volt a király, akkor látjuk a történelemnek a lélektani fejlődését. Én azt gondolom, hogy ők már nagyon mélyen vannak. Tehát a Fidesz, aki már nem is fiatal és nem is demokrata, ők már nagyon mélyen vannak. Az a kérdés, hogy mi együtt magyarok nagyon mélyen vagyunk-e, hogy a magyarok föl akarnak-e állni, és fejlődni akarnak. Tehát máshogy akarnak élni. Ha igen, akkor lesz változás. Ha nem, akkor meg még mélyebbre kell mennünk együtt. Úgyhogy én mindenképpen pozitívan állok hozzá, mert akkor meg majd abban kell tevékenykedni, meg létezni. Én mindenképpen ott leszek neked partnerként, tehát is 3-a után is, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél a mostani beszélgetéssel. Nem tudom, éjszaka, ilyenkor előadás után mikor értek haza, mondom, hogy sokat én nem arban tudtál pihenni. Majd talán március 11-én, hogyha jól láttam, akkor én ott leszek a sorok közt, és megnézem az új Szellit. Biztos, hogy nem olyan lesz, mint veled, de majd hozzászoktam. Más lesz, de nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és köszönöm a nézőinknek is. Heti kettes Újhelyivel, és Szalai Krisztina. Tényleg, ezt most így a végére mondd már el nekem. Vagy te Kriszta, Krisztina, Y-nal, Simaivel. Mindenhogy szerepelsz a sajtóban, meg az elmúlt évtizedekben a művészvilágban. Akkor most melyik a valódi? Azt mondtad, hogy lejárt az időnk, de ez a magyar történelmünk. Nagypapám Y-os volt, de utána ugye át kellett írni a családnak íre. Színészként elkezdtek a Katonában Y-nal írni, és az nekem nagyon tetszett, hiszen tudtam, hogy nagypapám Y-os volt. És akkor egyszer csak a Kálói Molnár Péter felesége, aki numerológus, egy 4 éve azt mondta, hogy nekem jobb az így. Úgyhogy visszatettem íre, így mindenkit megzavarva. De nekem ez így jó. Úgyhogy mind a kettő én vagyok. Na, akkor ezt megtudtuk. Azért ez az 5. Szellé azért ott lakozik egy része benned is. Nyilván mindannyiunkban egyébként, legalábbis nekem ez az emléképpen a előadásról. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és nekem köszönöm volt önöknek is, hogy találkozhattunk. Akkor mi meg majd az életben folytatjuk az együttműködést. Én nekem volt megtiszteltetés, hogy rám gondoltál. Köszönöm szépen. Köszönöm.